A számláját már hónapok óta nem fizette ki. A posztját feliratja az étteremben, a kunyakot a várba. Személyes kölcsönként pedig tartozik nekem 300-zal. És most még a színésznőt is szédik. És milyen magabiztos. Ez gyanús. Fél 11. Már fél 11. Vár valakit, művész úr. De hogy nem várok én senki sem. Szervusz kérlek. Szervusz. Nos, hogy sikerült a vacsora? Ha ne szórakozz öregem, látod, hogy egyedül vagyok. Tibor nem jött be. És te mit szólsz el? Talán meghalt szegény. Másképp nem tudom elképzelni, hogy várakozni nagyon engem. Engem? Na ide hallgass. Én ismerem ezeket a színházi nőket. Ez mind közül a legveszélyesebb. Ennél nem számít más, csak a pénz, ékszer, karrier. Az ilyenek nincs szíve. Az ilyentől menekülni kell. Igazad van. Nos? Elveszem, feleség. Feleségül? De megbolondultál. Engem nem érdekel más nő, csak ez a bestia. Hát ez hazudik nekem. Nekem? Hát ez megcsalt. Hozzak a babacsit, vagy várunk még? Várunk. Szerintem meg adni kellene az ilyen nyugolyát. Azt elvágyad el, ahol van. Siga? Hiszen, mondom, hogy várunk! Várcsak! Mondja, kérem! Nem járt itt előttünk egy színésznő? Fiatal, karcsú, feltűnően csinos, úgy hívják, hogy... Pimpéri Bolya. Igen, talán ismerik? Nem, csak a leírás ráillik a fotóra. Miféle fotó? Hát arra, ami az esti labban jelent meg róla. Róla? Cikk róla. Itt van a második oldalon. Hát ez nem lett igaz. Én elárulom, velem csinál interjút, és ő róla ír két hasábot. Fényképpen! Ezt a csokrot Pintéri Bolya művésznőnek rendelték. 11-re, kérem. Most azonnal mondd meg, hogy kiküldi ezeket a virágokat Pintéri Bolyának. Nem tudom. Na, mondd meg szépen, kislányom, kiküldi. Rob Borsaiból. Köszönöm szépen. Nem tetszik tudni, ezért az apróért egy papírfizest adunk. Még sohasem volt papírpénzem. Át a másik ötöst, azt meg kitől kaptam? Délután a művésznőtől. Neki is elárultam az apurat. Csoda! Szóval ez a művésznő tudott a gondról? Hazudott? És közben a szemembe tudott nézni? Hát ha a nők nem tudnának a férfiak szemébe nézni, amikor hazudnak, örökre szemlesítve beszélnének vele. Te! Te ismered ezt a Gróf Borsaiót? Ismerem, hát. Itt lakik a szállodában. Borzasztó egy fráter. Egész nem csinál semmit, csak nők utána hangál, dolgozik, vagy húzik. Adósságát. Ott van. Meghívlek egy szívességre. Menjünk ahhoz, és tudd meg, hogy mik a terveink. Hogy mik a terveink? Én is meg tudom mondani, kérem. Ma este vele vacsorázni. Vele? Úgy! Zsiga, vagy ki vagy Kálmán, de maradj itt, és telefonon közvetíts. Zsiga? Na, várunk, hogy indulj! Indulj! Még mindig el akarod vele? Én? Írásban, szóban, telefonon üldöznek a nők. És ettől egyik azzal gyilkol, hogy vegyem nőül őt. Nincs más ellenszerem, hát köszírré teszem. Mély tisztelettel a következőt. Nem nősülök soha, nem nősülök soha, nem nősülök egyáltalán. És nem győz meg a papa, nem főz meg a mama, se szüret előtt, se szüret után. Akkor sem nősülök soha, ha Vénuszi csoda, a Tárius papájú lány. De hogyha te akarsz, a kis ujjadra csavarsz, és nem kell semmi hozomány. Nem nősülök soha, nem nősülök soha, nem nősülök egyáltalán. És nem győz meg a papa, nem főz meg a mama,
magadat, a tári újpapájú lány. De hogyha te akarsz, a kis ujjadra csavars, és nem kell semmi hozomány. Hogyha te akarsz, a kis ujjadra csavars, és nem kell semmi hozomány. Bármikor meg.
Ingatlan közömbös ember. Ingat leszek. Közömbös, mint egy doboz. Vazelin. Na, figyelj! Jó estét! Jó estét! Jó estét! Szervusz, angyalkám! Hogy vagy? Köszönöm, nagyon jól! Jól? Vazelin! Hát, hol voltál ma este? Fográtnál. Tudod, készülődnöm kellett ide. Ide? A gróhoz? Hát, ide figyeljtek is! Statiszta! Te kis göl! Vazelin! Na de ura! Igen, kis göl! Ezért még meglakozz! Én szerettelek, de ezért még meglakozz! Lakolni! Hát ide figyelj, Sóvári Péter! A grófnak vagyona és birtoka van! És elvesz feleségül! Igen? És ez így? Nem tudod mondani? Miért? Ki vagy te? Megyünk táncolni, Ubul! Ubul? Csak így, Ubul! Igen, a drága! Nem hazarolva! Kettő drága idék egyet! Rossz lipány, nem? Rossz lipa! Még hogy én! Rossz ripacs! Hallottad? Szerintem is egy rossz ripacs vagy. Ahogy! Hát hatalmas színész vagy öregem! Az az igazság, hogy rajtam kívül te vagy a legnagyobb a világ. Na. Akkor most már tudom, mit kell. Hosszú táv. Kezdődj a játék! El akarom venni magam azonnal. Köszönöm!
Köszönöm. A kedves bátya nagyon sok szépet mesélt rám önről. Ebből már biztosan tudja, hogy ki vagyok. No, ne. Azt nem lehet. Hogy nem lehet. De bizony, én vagyok Túrszíne a Huarez. Nagyon örülök, hogy megismerhettem, kedves gró. Mani, 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 mani. Tüzet, ha mondom. Milyen kedves. Nem is gondoltam, hogy várni fog. És virággal, tartás, mázát. Magának most le kell ülnie velem. Én is elfáradtam már a hosszú utazáson. És egyébként is fáradt vagyok. Tudja, rengeteg gonddal jár ám a hatalmas vagyonkezelése. Mani, 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 hol értem a hatalmas vagyok? Na, nem is olyan hatalmas. Néhány millió gyárak, ingatlanok, de tudja mit? Ha egyszer újból férhez megyek, átadom ezeket a gondokat a uramnak. Igaza van az, mehet, pénzi kell. Jaj, tudja, nem könnyű dolog nem megtalálni az igazit. A kedves bátyja mesélte, hogy maga nagyon komoly, takarékos fiatalember, mert a futkosszoknyák után legfőbb vágya megnősülni ellenjen hőkénylő, aki nem gyerek, ma nem is öreg, legjobb lenne egy szép, gazdag özvegy. Igen, igen, gazdag, szép. Mani, 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 mani. Hubul, ide. Hogyan? A lábamhoz. Na, úgy így. Szegény megboldogult, uram is így. Addig ült a lábamnál, amíg meg nem halt. Bubun, mindig azt mondtam adta nekem. Túrszíne, te vagy a legdrágább nő ezen a világon. Ezt mondta. Mondja, asszonyom, nem fáradt egy kicsit.